Nem szólhatna bele a Martonfai és a Sormási önkormányzat, hogy mit és hogyan épít a településeken a kormány. Egy készülő rendelettel nemzetbiztonsági célú építményekké nyilvánítanák a menekült táborokat, így azok építését semmilyen módon nem akadályozhatnák vagy befolyásolhatnák a településeken élők. A helyi rendeleteket ugyanis felülírná az új szabály. A martonfaiak szerint a kormány meg akarja törni őket, de azt mondják, kitartanak és folytatják két hete kezdett demonstrációjukat. Medencében pancsol ez a kislány a rekkenő hőségben Martonfán. De nem a családi ház udvarán játszik, hanem a település határában felállított sátortáborban. A helyiek épp két hete költöztek ki ide, ahol a kormány menekült tábort akar építeni. Folyamatosan vagyunk, a végsőkig kitartunk, mint látják itt be vagyunk rendezkedve, mint egy sátortábornak lenni kell. A két héttel ezelőtti kormány döntésről, hogy menekült tábort építenek Martonfa határába, még a polgármester is csak a hírekből értesült. Végül a belügyminisztérium államtitkára ellátogatott a településekre. Azt mondta, azért jött, hogy egyeztessen. Igaz, a helyszínek már véglegesek, de a továbbiakról még tárgyalna a kormány a helyiekkel. Egy dolgot szerintem ma Magyarországon mindenki lát, látnia kell. Semmelyik település nem szívesen lát egy befogadó állomást. Ezért nem egyeztettek, mert arra számítottak, hogy... A állomás kijelölését követően kell megtalálni azokat a közös kompromisszumokat, amely a településeknek is jó, és ami a kormánynak is jó. A helyiek szerint, amit most csinál a kormány, az nem kompromisszumkeresés. A Napi Gazdaság számolt be arról, hogy készül egy kormányrendelet, amely nemzetbiztonsági célú építmények kinyilvánítaná a táborokat, így az önkormányzatok saját szabályozásokkal nem akadályozhatnák azok építését. A döntésen nem csodálkozom, kormányunk ugyebár mindent latba vett, hogy Martonfát megtörje. Igazából ez az antidemokratikus döntés, ez nem lepett meg senkit. A polgármester szerint a menekült táborok ráerőszakolása a településekre alaptörvényellenes, ezért petíciót írt a köztársasági elnöknek és az összes országgyűlési képviselőnek is. A Fidesz ma közleményben azt írta, szükségesnek tartják, hogy az illegális bevándorlóktól megvédjék a magyar családokat, ezért a párt a kormány minden ezt célzó lépését támogatja. Az Együtt szerint a kormány és a kormánypártok nem veszik komolyan a helyieket. Az egyeztetés azt jelenti, hogy előre megbeszélünk valamit, és utána azt cselekedjük. A Fidesz helyett rendeletben elrendelt egy menekültáborépítést, utána csak játékból leküldött egy államtitkárt egyeztetni, és utána továbbra is megy a maga útján előre. Ez minden csak nem egyeztetés. A kormány nem így gondolja. Szerintük van egyeztetés. Megkeresésünkre ugyanis ma csak annyit válaszoltak, hogy idézem, ebben a témakörben a belügyminisztérium az egyeztetések lefolytatásáig nem ad tájékoztatást.